New Orleans, Louisiana állam legnagyobb városa. A jazz bölcsőjének is nevezett városnak nagyon pezsgő és gazdag a kulturális élete. Ez a francia gyarmati örökségének is köszönhető. Most neked is beszeretném mutatni ezt a különleges és színes várost, ahová a családommal látogattam el idén nyáron. Az afroamerikai zene, a blues, a jazz legnagyobb művésze Louis Armstrong is itt született. A város lakóinak több mint fele afroamerikai, és egy részük a francia kreolok leszármazottai, még mindig beszélnek franciául. A spanyol birodalomnak átengedett, majd Franciaország által átvett várost 1803-ban Napóleon véglegesen eladta az Egyesült Államoknak. New Orleans villamosvonala a világ legrégebbi folyamatosan üzemelő villamosvonal, hiszen 1835 óta működik. A New Orleans-i karnevál, más néven Mardi Gras, egy farsang, amelyet évente rendeznek meg a városban. Mardi Gras-t az első francia telepesek mutatták be. Az első forrás, amely említi ezt a fesztivált, 1699-ből származik. És persze mi is találtunk módot arra, hogy részt vegyünk egy helyi ad-hoc farsangi fesztiválon. A sok szép színes maszk és fejdísz mellett a helyi koktélokkal és élőzenével mi is roptuk a táncot. Híres Bourbon Street. A multikulturális, több évszázados keveredése az embereknek nem csak remek ízeket, hanem csodás építészetet is eredményezett. Az ideutazók kedvenc városrésze a francia negyed, ahol öreg házak, tömött bárok és éttermek között hömpölyög az élet reggeltől reggelig. A francia és spanyol korszak gyönyörű művészetét az építészet is tükrözi. Oh, wow. 170 éves hotel. Ez a legrégebbi bár, ami bárként működött. Már ez 1200-as években is itt Amerikában. Sokszínűség és a vendégszeretet kulcsfontosságú ebben az amerikai déli részén fekvő városban. New Orleans másik kihagyhatatlan élménye a gasztronómiája. A kreol konyha sokféle kultúra jellegzetes alapanyagait és kulináris szokásait ötvezi, beleértve az afrikai, francia, spanyol, német és csaktók konyhát. A város a Mississippi folyó mellett fekszik, ami bizony tele van veszélyes aligátorokkal. És a különböző aligátor ételeknek, hamburgereknek generációs hagyományaik vannak a kreol és cajun gasztronómiában. Nagy számban kerül az asztalra tengeri herkentyű is, mint például a vörösrák. Ezért a főtt és nagyon csípős ételért megőrülnek a helyiek, na meg persze mi is, a turisták. Persze nekünk is ki kellett próbálnunk New Orleans jellegzetes édességét, a bínyét, ami nem más, mint porcukrozott fánk, csak franciául sokkal jobban hangzik. Ez a New Orleans-i bínyé, ami egy ilyen kreol édesség. Igazából fánk, meg van porcukrozva. Azt pedig már mindenki tudja az egész világon, hogy New Orleans a jazz zene szülőhazája. Minden bárból zene, üvölt, szól, élő zene.
A zene és a sok jó étel mellett még kilátogattunk a helyi kézműves piacra is, ahol a helyi művészek és kézművesek a saját portékáikat árulják, és itt megnézhettük azt is, hogy bizony Van Gogh festménye hogyan kell életre. Életre kellnek a képek ezzel az applikációval. Ha a kép elé tartjuk a tabletet, életre kell az a kép. Oh, wow, de jó. And the smaller version of all of these does the same thing as well. Ez a francia piac. Ékszerek. Jól, Lindsay. Színes házak. A vudu vallás egy nagyon lényeges része New Orleans kultúrájának. Az afrikai, haiti és katolikus spirituális hiedelmek keverékeként kialakult vallás a 18. században lett nagyon népszerű a rabszolgák körében. New Orleans tele van ilyen vudu foltokkal is. Benn nem lehet videózni, csak ki. Remélhetőleg ez a rövid kis városnézés neked is meghozta a kedvedet arra, hogy ellátogass ide New Orleansba. Addig is ne feledkezz el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradj le semmilyen új videóról.